Williams Televízió. A gépjármű adásvételi szerződéseken feltüntetett adatokról az elmúlt időszakban több esetben is kiderült, hogy nem valódiak, közölte televíziónkkal a gyári járási hivatal vezetője, aki a magánokirat meghamisításával járó következményekről is tájékoztatott. Az utóbbi időben észlelték a munkatársaim, hogy a gépjármű adásvételi szerződések adataiban nem minden esetben jelentek meg pontosan az adatok. Ez több esetben elírás, de sokszor azt kell vélelmeznünk, hogy az adásvételi szerződés megkötése alkalmából a tanúk, főleg a tanúk aláírása nem valódi, azaz hamis. Arra kérnénk az adásvételi szerződést megkötő tulajdonost és vevőt, hogy minden esetben a tanúk legyenek valódiak, akik ott megjelennek az adásvételi szerződés megkötése alkalmából. Azok az adatok, amelyek rákerülnek az adásvételi szerződésre, legyenek pontosak, mert ezeket ellenőrizni fogjuk. Tehát amennyiben a személyigazolvány szám, a cím, illetve az adott személy neve nem esik egybe, akkor ezeket az adásvételi szerződéseket nem tudjuk befogadni, illetve ezek, ha nem tévedés, ha nem tudjuk bizonyítani, nem tudja bizonyítani az eladó a tévedést, akkor ezt okirathamisításnak kell felfogjuk, és nekünk ezt jelentenünk kell a rendőrség felé, aki büntető eljárás keretében fogja ezt kivizsgálni.